Eddig több mint 2 milliárd ember kapta el a világon. 10-szer könnyebben terjed, mint a retteget AIDS. A betegség akár halálos is lehet. A hepatitis B olyan vírus, amellyel bárki, bármikor, bárhol megfertőződhet. Veled is megtörténhet, akár még ma. Zoltán rendszeres véradó. Az egyik vizsgálat után kiderült, hepatitis B vírus került a szervezetébe. Amikor megtudtam, hogy hepatitis B vírussal fertőzött vagyok, az első reakcióm az volt, hogy pánikba estem. Ha valaki megkapja a hepatitis B vírust, akkor néhány százalék meghal hevenymágyulladásban, néhány százalék időt mágyulladásban és néhány százalék májrákban. Összességében, ha valaki megkapja a vírust, kb. 10% esélye van arra, hogy annak következtében halljon meg. Egy további tekintélyes 10-15-20%, akinek vagy egy éves injekciós kezelés, vagy egy élethosszig tartó gyógyszeres kezelés szükséges. Zoltán valószínűleg egy repülőgépen kaphatta el a vírust, beletenyerelt egy rágóba, aztán a szemébe nyúlt. Akkor mindez jelentéktelennek tűnt. Több hónapos, gyakran fájdalmas kezelés következett. Mindezt tetézte az a tudat, hogy nem biztos, hogy a terápia az ő esetében hatásos lesz. Amíg az ember nem találkozik az életében ezzel, addig nem tudja azt, hogy milyen nehéz azt lelkileg megélni, hogy saját magának injekciós tűvel kell az embernek hétről hétre meghatározott időbe ezt a gyógyszert beadni, tehát ez is egy lelki teher, és ehhez azért fizikai mellékhatások is társultak, talán a legeklatensebbet hagy mondjam el, az körülbelül a kezelésnek a harmadik hónapjában jelentkezett, amikor elkezdett, ha nem is nagy mértékben, de látható módon hullani a hajam. Magyarország lakosságának közel 1%-a hordozza ezt a vírust, de aki megkapja a fertőzést, annak 100%-os küzdelmet jelent, míg legyőzi a betegséget. A hepatitis B vírus elsősorban vérrel vérkészítményekkel, ritkábban szexuális úton, nagyon gyakran terjed anyáról a magzatra, és az esetek 5-10%-ában nem deríthető ki, hogy valaki hol kapta meg a fertőzést. Azzal, hogy valakinek a vérzősebét bekötözzük, nekünk van egy seb a kezünkön, kinek nincs, átmehet a vírus. Volt olyan probléma is, hogy valaki például metróba beleült egy otthagyott tűbe. Zoltán könnyen elkerülhette volna ezt a kálváriát. Létezik ugyanis védőoltás, amit a 14 éves korosztálynak kötelezően beadnak Magyarországon 10 éve. A többiek azonban védtelenek a betegséggel szemben. A világ legbékésebb oltásainak egyike, és balesetként sem fordulhat elő. Elképzelhetetlen, hogy valaki fertőzést kapjon ezáltal. Kinyitja a száját, és jó mélyet sóhajt. Annak alapján, amilyen tortúrán én keresztül mentem, mondhatom azt is, hogy picit a pokol kapujában jártam. Én mindenkinek azt javaslom, hogy ha teheti, ez nem egy nagyon nagy anyagi ráfordítás, az egészségének a megőrzése érdekében adassa meg magának a hepatitis B védőoltást. Én az 1 az 1000-es orosz rulettet nem játszanék. Nem érdemes. Ha ehhez képest 3 oltástól ez a pisztoly innen elmegy, tök jó. Az oltás életre szóló védettséget nyújt a hepatitis B vírus ellen. Zoltán szervezete a kezelések hatására képes volt legyőzni a betegséget. Neki azonban szerencséje volt, meggyógyult. Egészséged mindössze 3 tűszúráson múlhat. Ne hazárdírozz az életeddel, oltasd be magad!